Jó reggelt kívánok! Önök a Baranya megyei rendőrfőkapitányság elmúlt napi bűnügyi eseményeiről szóló tájékoztatást látják. Tegnap beszámoltam önöknek egy olyan eseményről, amelynek során ismeretlen személy különböző, általában úgynevezett mini ABC-ből úgy tulajdonította el cigarettát, hogy a kartonok helyére fűrészporral teli dobozokat helyezett. A tegnapi napon hasonló cselekményről érkezett bejelentés, a módszer ugyanaz. A Szigeti út egyik ABC-ből tulajdonította el az ismeretlen személy 4 karton cigarettát, még 25-én este 8 órakor. A Zsolnai Vilmos utca és a Major utca kereszteződésében egy Ciráki lakos tehergépkocsiját nem az útviszonyoknak megfelelően vezette, ennek következtében elütött egy 50 éves pécsi szemét. A gyalogos szerencsére csak könnyű sérülést szenvedett. Az esti órákban Kozár Michelinről érkezett bejelentés, amely szerint a tulajdonos parkoló gépkocsiját ablaklehúzás módszerével felnyitották. Körülbelül 10 perc elteltével a cselekmény elkövetői is kézre kerültek, 2 szemét állítottak elő a járőrök, akiket gyanúsítottként hallgattak ki. A másik hasonló eset a Malomvölgyi úton történt. A bejelentés úgy szólt, hogy a tulajdonos lakása előtt parkoló személygépkocsiából ismeretlen személy az iratokat eltulajdonította. A tulajdonos sajnos megkönnyítette az elkövető dolgát, mivel a gépkocsi nyitva volt. Rövid idő múlva ebben az esetben is elfogta a járőr az elkövetőt, és nála megtalálta az ellopott iratokat. Kérem, vigyázzanak értékeikre! Elfogták a kollégáim azt a pécsi lakost is, akit a Pécsi Városi Bíróság körözött garázdaság elkövetése miatt. Bejelentés érkezett hamisnak látszó pénzváltásáról. Tegnap az esti órákban a Görösgali kocsmában 4 férfi jelent meg pénzváltási szándékkal. 5000 forintot akartak felváltani, és miután ez megtörtént, vette észre a bejelentő, hogy a pénz hamisnak tűnik. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!